Kommandózunk a Sagottarjáni Sintértelep és állatmenhely fölött. Odáig próbálunk lejutni, ahol a kutyák vannak. A gyepmester nem engedett be minket a telepre, sőt elég agresszíven lépett föl velünk szembe. És itt hagyta az egyik segítőjét járőrözni, hallani is a kutyák ugatásán. Megpróbálunk föntről felvételt készíteni. Az állatvédők nagyon sok rosszat mondanak erre a telepre. Ide a Salgótarjáni hulladék lerakóba hordják azokat a kutyákat, akiket a gyepmester összeszed. Itt a hulladék lerakó szélén található a Leszi állatmenhely egy része, közvetlenül mögötte pedig a Sintértelep. Azért jöttünk ide, mert a helyi állatvédők szerint súlyos visszaélések vannak a kutyákkal. Igazából nem is hirdetik a kutyák örökbe adását, hanem csak a befogási díjra hajtanak, 28 ezer forintot kapnak egy kutyáért, állítólag több száz kutyát fognak be évente, amiket aztán elaltatnak. Meg tudod nézni? Nem, mert már bezártunk. Egyik vagyunk nyitva. Egyik vagyunk nyitva. Az, hogy most kitaláltatok bennünket, meg gondolom direkt úgy jöttetek, hogy ne legyünk itt. Nem. Szeretünk volna bemenni. Hát most már tudom, hogy azt mondták, hogy oda szabad lenni. Holnap? 10 perc van. Nem. Holnap. És holnap hánytól lehet? Holnap reggel 8 óra lehet jönni. Ezért jöttünk Pestre. De amúgy engednélek be, mert lejárt a munkaidő. Itt látunk például egy ilyen Staffordshire keveréket. Ennek a tájában láthatólag nincsen víz, és olyan 35 fok van. Hát azt nem látom, hogy a kölyök kutyáknak van-e. Ugye ott van egy csomó kölyök kutya, azok is van a keverék kutya. Azt innét nem látom, hogy van-e vízük, de hogy rendes itatójuk nincs, az biztos. Uram! Ütelvírók vagyunk! Várjon! Ballagolok, hogy eljönek szemben! Azt láttuk, hogy az állatoknak valószínűleg nincs vize. Azon kicsi helyre vannak bezárva. Látszik, hogy ilyen közösségként reagálnak itt a megjelenésünkre. Ilyen random rakodók, meg ilyen közmunkásszerű dolgozók kiabálnak velünk, és próbálnak minket elzavarni. Baleset érte, és volt 6 kutyusunk. Nagyon nehéz beszélni, de meg kellett válni. Fölhívtam ezt a telephelyet. A Leszi. Igen, menhelyet. És azt mondták, hogy itt nagyon jó helyre kerülnek, mert családi környezet, sétáltatják őket, és gazdikeresnek. Na hát nagy nehezen ugye rá kellett állni, mert nem volt más lehetőség. És akkor másnap jött ki, innen nem tudom mondani, brutális viselkedést tanúsított, tehát rúgdosástól kezdve. A befogó bottal verte őket, nagyon csúnyán, én nem tudom. Végig őket az udvaron, úgy dobta be őket a kocsit, szóval. Én nem tudom elmondani, de hát ez egy állat. Én mondtam, hogy addig nem nyugszom, és tényleg nem
lelkem rajta, mi dutyiba nem kerül. És ott akkor miért nem állították le? Tehát miért nem mondták neki, hogy akkor... Én mondtam neki, hogy te normális vagy? Mondtad de nem, úgy, hanem, hogy akkor vissza, tehát akkor ne vigyél el az állatokat. Vagy aztán... De nem volt itthon a férjem, én meg pánik, én nem voltam képbe. Tehát aha. A férjem kórházba, szegény, mit tud csinálni? Most ott vannak a kutyusok vereket, tehát ő mit tud csinálni? Mm. És amit ígértek, itt a 124 ezer számla, hogy jó helyre kerülnek, érti? Én befizetek többet is, ha tudom, hogy jó helyen vannak. Elküldi e-mailbe a képeket, azonnal, azóta sem. És mit mondott erre, amikor kérte, hogy... Nem lehetett őket elérni, nem vették föl. Akkor, amikor egyszer fölhívtam, akkor még nekem mesélt olyan, mondjam azt, hogy elég... altári módon, hogy az minden kifogást találnak, hogy nem akarja befizetni. Mondtam neki, Mihály küld, én azonnal küldöm a pénzt. Kell, fölviszem. És ez mikor történt? November 30, de szerintem. Tavaly november. Tavaly évben, igen. És azóta van hír a kutyákról? Semmi, folyamatosan. Mert azért mentem a rendőrségre is, aha. Hogy... Aha. Kiadtak nekünk egy veszettséggel elleni oltást, tehát nem kapta meg a veszettség elleni oltást, és egy ilyen kutyát adtak ki nekünk, horror összeget szeretett volna elkérni érte. Mire kikerült a kutya hozzám, akkor mikor kiszállt a kocsiból, akkor már szó szerint azt mondta nekem, hogy ez így szállítással, csippeléssel, oltással, ez 25 ezer forint. Megkértem a páromat, hogy keresse ki ugye a üzemeltetőnek a főnökét, és sikerült megtalálni, föl is hívtam. És én teljesen, tehát úgy kezdtem vele a beszélgetést, bemutatkoztam, hogy ki vagyok, és megkérdeztem, hogy mibe kerül az, ha önöktől kihozunk egy kutyát. És ő azt mondta nekem szó szerint, hogy semmibe. Én nem akarok senkit sem megrágalmazni, azt majd döntse elő, hogy vajon milyen szinten dolgoznak zsebre ezen a téren. Ezt ugye én meg is mondtam. Számlát nem adott. De hogy is, abszolút nem adott számlát. Uh-huh. Nem adott. Tehát tegnap nem engedtek be minket a Salgótarjáni Lesszimenhely kutya telepére. Elkergettek, ha találkoztunk itt Széchenyben osztrák és német állatvédőkkel, akik kapcsolatban vannak, az alapítvánnyal támogatják őket. Most velük meg fogunk próbálni bejutni újra. It's dogs from Hungary. My dogs. Nógrád megyéből mentünk kutyákat legfőképpen Balassagyarmatul és környékéről, és egy véletlen folytán keveredtünk el a Salgótarjáni menhelyre, azaz egyetlen menhely és gyepi Nógrád megyébe. Salgótarján I have been there 4 or 5 time, mm-hmm. And the people there lying. They're lying all the time. Március-április környékén egy csütörtöki napon lefényképeztünk 17 darab gyönyörűséges kutyát, amit a német szervezetünk percek alatt gazdásítani tudott volna. Mondtuk nekik, hogy szeretnénk elvinni. 2 nap múlva egy este az összeset leölték. Will not let us into the shelter, that we cannot see what for dog must have help from us, what for dog is ill or the last time we have only problems there. Mm. Yeah. Kiderült, hogy az ottani állatorvos tavaly 700 darab kutyát ölt meg, 200-at. Erre föl kikértük a 2016-os mérlegüket is, hogy lássuk, hogy teljes képet kapjunk. Abban a saját bevallásuk szerint, tehát egy rendes hivatalos közzétett mérlegben 593 kutya volt befogva, tehát papírforma szerint, abból 63-at gazdásítottak, és az összes többi eltűnt. Nyomtalanul. Nekik ez nem kerül semmibe. Egy tuti üzlet. A 2016-os mérleg szerint 2031 millió nettó forint bevételük volt. Ebből szerintük 18-at költöttek a kutyákra, azokra a kutyákra, akit utána rögtön két hét után megölnek. És az az üzlet, hogy ez nem megy vissza a kutyákhoz. Tehát ez a pénz a zsebükbe megy, ez mind a 32 millió forint. Jó, üzemeltetési költség van, valamennyi biztos van, de például ennek a gyepinek és a menhelynek a rezsijét, még ezt is az önkormányzat fizeti. De be fogunk tudni menni, néhány alapszabályt kellene
tisztáznunk. Az egyik, hogy mivel a gyepmesteri telep veszélyes kutyák vannak, veszélyes terület, tehát ilyen kutyasimogatás, meg egyebek, az nem nagyon működik. Lehetőleg kettesével kellene menni, illetve a mi dolgozóknak a kísérletével, mert megőrülnek a kutyák, a 16-an járkálunk közöttük, illetve fényképfelvétel és videófelvételt aztán nagyon kellene csinálni. Van valami titkolni való? Nincsen semmi titkolni való. Csak az a probléma, hogy itt minden a visszajára lett fordítva. Hát tessék akkor segíteni tisztázni. Még benne se voltunk, mi lett a visszajára fordítva? Visszacsinálják a dolgokat. Na, jegyző úr, engedélyezt. Szuper, köszönjük szépen. Halló, köszönöm szépen. Nem? Nincs simogatás. Az itatójuk? Mennyi időnként tölt? I have pictures from the first visit here. Mm-hmm. There was in no kennel water and this gumis. Dehogy nem volt víz, hát olyan nincs, hogy nem volt víz, vödörből ittak. Napi kétszer. És akkor ezt kitaláltuk, hogy itt meg mind állandóan van előttük víz, és akkor így lett a gumi kitalálva. Ez itt hogy működik? Ez a gyepmesteri telep. Itt van, most nem tudom, el lehet-e mondani el a városat. 14 napot meg kell várni, majd a saját gazdája eldönti, hogy mi legyen vele. Ami olyan kutya, amit örökbe lehet adni 14 nap után, az már most az összes kutya be van csipelve. Regisztrálva van a doktor úr felé, 14 nap után, amelyik kutya olyan, hogy lehet sétáltatni, akkor kikerül a menhelyi részre, nálunk minden szombaton sétáltató nap van. Ez ilyen... De ez nem a vigyázat, nem így történt, mert most került el elég. Amelyik kutya olyan, azt nem kell, hogy ide izékeljen, pszichiáter, meg ilyesmi, ez helyre jön magától. De amelyik eleve olyan környezetben nőtt föl, ott már mi nem sokat tudunk tenni. Hát most nem volt altatás 4 hónap. 2? 4. 4 hónapja nem volt altatás. Uh-huh. Azért vagyunk ilyen sokan. Uh-huh. Tavaly mennyit kellett kb? Erre sem tudok választ adni, mert nem tudom. The shelter, it's horrible in my eyes. Two short kennels, too much dogs in one short kennel. The dogs, the kennels are dark. The kennels are not clean. The kennels are with wood, and all dogs have bad eyes from the wood and on the ground. Yes. Elégedett az üzemeltetővel, tehát elégedettek az alapítvány tevékenységével? Igen, mondhatom, hogy igen. Nem tapasztaltunk még kirívó rendellenességet vagy szabálytalanságot. A gyepmesteri telep az önkormányzati feladat, és a köztisztaságon belül önkormányzati megbízásból a Végő Nonprofit Kft. Üzemelteti már évek óta. Az állatmenhelyet az pedig a Végő Nonprofit Kft. A saját profitjából, illetve bevételéből építette a gyepmesteri telep mellé, éppen amiatt, hogy az ott a 14 napos karantént letöltő kutyáknak még tudjunk további esélyt adni, a menhelyre áthelyezve gazdát tudjuk nekik keresni. Ezt most a Karancsmentő Kutyás Alapítvány üzemelteti, hogy 2010-11 környékén egy nyílt pályázati eljárásban hirdettük meg az állatvédő szervezetek számára, hogy ki az, aki ezt megbízás alapján elvállalná, és velük kötöttünk szerződést. Havi keretösszeget fizetünk mi, amiből ők a gyepmesteri telepet kell, hogy üzemeltessék, illetve a városban az előforduló gyepmesteri tevékenységet, tehát a kóborebeknek a befogását is ebből. Ez mennyi ez az összeg? Emlékeim szerint 540 000 forint, ha mondta.
És akkor ebből működik a gyepmesteri tevékenység, és a menhelyi is. Hát vélhetőleg nem teljesen ebből, gondolom az alapítványnak egyéb más bevételi forrásaiból, mert vélhetőleg ennyiből nem lehet ezt működtetni. 2010 környékén, amikor mi meghirdettük ezt a tevékenységet, akkor is egy hasonló helyzet alakult ki, akkor a végén ugye saját dolgozóival üzemeltette ezt a gyepmesteri tevékenységet, akkor is folyamatosan az állatvédőktől mindenféle kritikát kaptunk, hogy nem megfelelő az állatok ellátása, vagy nem jó nekik az elhelyezés, és ezért döntöttünk úgy, hogy akkor ezt mi speciálisan ehhez értő szakcégre vagy szervezetre bízzuk. Most nem tudom hová tenni, hogy mi lehet most ennek az oka, hogy esetleg az állatvédő szervezetek közötti ellentét csúcsosodott-e itt ki, vagy mi vezetett erre, nem tudom. Vigyétek el, Csíki, vagy Emőke, vidd el te, vagy Brigi, vidd el te, jó? Mi nem igazán kérünk. You have a dog. Aggressive, or a dog, he cannot look for him to socialization him. She can call us. We have a trainer in Tarnok, and we will pay this all. I'm going to adopt a dog. What's in your hand? A formula for the adoption, and over there there is the passport. With the chip number and I don't know the English word for injections. Good. Azt a mostani látogatással sem tudtuk ellenőrizni, hogy igazak-e azok a súlyos állítások, amit az állatvédők, illetve más nekünk név nélkül nyilatkozók fogalmaztak meg a telep működésével kapcsolatban. Az biztos, hogy elég mostoha körülmények vannak. És az is elég biztos, hogy ebben a furcsa konstrukcióban, amikor a város a sintéri feladatokat átadja egy állatmentő alapítványnak, és így ugyanaz a szervezet működteti a gyepmesteri szolgálatot, amelyik a menhelyet, kialakul egy furcsa aszimmetria, tehát gyepmesteri tevékenységben közvetlenül érdekelt. Az alapítvány minden egyes befogott kutyáért 28 ezer forintot kapnak. Abban viszont, hogy ezek a kutyák gazdához kerüljenek, és ne oltsák le őket, úgymond, vagy ne altassák le őket 14 nap után, ennyi a kötelező várakozási idő, ebben egyáltalán nem érdekelt anyagilag. Sőt, az, hogy gazdát találjanak a kutyáknak, az inkább pénzbe kerül, hiszen azt valahol hirdetni kell. Az biztos, hogy ez a fura aszimmetria nem arra ösztönzi az alapítványt, hogy minél több kutyát gazdához juttasson. Valószínűleg ez is közrejátszik abban, hogy évente több száz kutyát ölnek meg ezen az egyetlen egy sintértelepben. Thank you.